Május 7-én rendezték a nyirádi amatőr cross bajnokság szezonnyitó futamát. A két órás szabadedzés után az időeredmények alapján a széria autók B-döntőjébe kvalifikálta magát Kardos Péter, Kardos Csaba, Horváth Ferenc és Domonkos Tibor, ahol nagy verseny közepette Kardos nyerte a futamot és elsőségével biztosította az A-döntőbe jutást. A tuningolt autók B-döntőjében Áfra Attila, Józsa Tibor, Varga István állt rajthoz, és nem kis harc árán Józsa juttatta magát az A-döntőbe. A széria autók mindent eldöntő futamában Völler Ferenc, Kandikó Ákos, Zsugonics István, Vörös Andor, Kardos Péter és Szűcs László küzdelme a Suzuki Swift-tel versenyző Kandikó győzelmét hozta, aki így megnyerte a széria abszolút versenyt és a széria 1004-ben is győzni tudott. Széria abszolútban Zsugonics István és Szűcs László foglalta el a dobogó következő két fokát, az 1004-es kategóriában Kandikó mögött Domonkos Tibor és Kardos Csaba végzett, széria 1600-ban Szűcs László, Föller Ferenc, Horváth Ferenc volt a sorrend, míg a 2000-esek között Zsugonics István győzött Vörös Andor és Kardos Péter előtt. A tuningolt járművek A-döntőjében az előfutamokon is jól szereplő Szekrő István Opel Kadett GSI-vel rajt célgyőzelmet aratott, és nagy küzdelem után másodikként Ekert András, harmadikként pedig Simán László zárta a versenyt. Tuning 1004-ben logikusan a kategóriájában egyedül lévő Gyarmati Zoltán végzett az élen. 1006-os kategóriában az osztrák Werfring Markus az első, Józsa Tibor a második, Varga István pedig a harmadik helyet szerezte meg. Tuning 2000-ben Szekrő István, Ekert András és Simán László végeredmény született. Legutoljára a divízió három futama maradt, ami Ódor László és Filmkorn László küzdelmes versenyét hozta. Mindkét versenyző beleadott apait, anyait, előbbi egy BMW 325 iX-el, utóbbi egy Ford Escort RS-sel, de Ódor hibátlan teljesítménye meghozta gyümölcsét és végül megnyerte a döntőt. Végezetül, de nem utolsó sorban nézzük az ifjúságiak eredményeit, akik fiatal koruk ellenére nagyon szépen terelték a gépeket. Az ifjú titánok harcát Szelei Balázs nyerte Bárány Tamás és Auerbach András előtt. Látványos, izgalmas, szerencsés. Ezek a jellemzők illetik a június első hétvégén rendezett nyirádi amatőr cross versenyt, amely megint csak jó hangulatban és sportszerűen telt el. Az időmérő futamokon már félelmetes iramot diktáltak a versenyzők, ami esetenként meg is bosszulta magát, és bizony volt borulás és kicsúszás is. Mindezek után következtek a döntők, és az ifjú titánok nem mindennapi küzdelmet produkáltak, amelyből Szelei Balázs került ki győztesen. A széria járművek versenyét Sárközi Róbert nyerte, Kandikó Ákos lett a második, a dobogó harmadik fokára pedig Vörös Andor állhatott. A tuningolt autók döntőjében Szekfű István rajtcélgyőzelmet aratott, akit csak az ifjú Jánosi László tudott megszorítani, a harmadik helyre nagy küzdelem után Izsák József futott be. A divízió 3-as osztályt annak idején az edzeni szándékozó licenszes versenyzőknek hozták létre, és az esélyesként érkezett Ódor László kuplunk problémái ellenére megnyerte a versenyt. Mögötte két osztrák Bruno Werfring és Herbert Kalinger futott be.